katonai pályán ma is nagyon fontos a szorgalom és a kitartás, mondta Benkő Tibor vezéredredes pénteken a Szentendrei Altiszti Akadémián, ahol az egykori Kossuth Lajos katonai főiskola öreg diákjai és oktatói tartottak találkozót. Akiket itt láthattunk és láthatunk a nap folyamán, ők mind itt a volt Kossuth Lajos katonai főiskolán végeztek. És visszajönnek, mert ez a közösség arra inspirál mindenkit, katonákat, volt katonákat, nyugállományú katonákat, hogy ismételten találkozzunk. Vagyis több mint valószínű, hogy szép emlékek kötik őket ehhez a főiskolához, és ez nagyon jó érzéssel tölt el minket. A Honvéd vezérkar főnök, aki maga is az intézményben végzett 1979-ben rakéta és tábori tüzér szakon, azt mondta, az egykori oktatók és parancsnokok gondoskodtak arról, hogy a kezük alól kikerülő diákok sikeresek legyenek. Ez egy rendkívül szép, rendkívül nehéz hivatás, de csodálatos hivatás. Ezen a pályán csak úgy lehet eredményesen haladni, ha a kezdetektől fogva mindvégig szorgalmasan, becsületesen dolgoznak és tanulnak. Koncz János nyugállományú ezredes, volt tanár, a rendezvény szervezője szerint a főiskola évtizedeken át meghatározó volt a magyar katonaképzésben. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola itt Szentendrén 1967-től 1988-ig működött. Utána a tisztképzés Szentendrén gyakorlatilag megszűnt, és az volt a célom, hogy összehívjam a Kossuth Lajos Katonai Főiskola ma még élő egykori vezetőit, tanári állományát, és azokat a legkiválóbb hallgatókat, akik itt a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán végeztek, és tábornoki rendfokozatot értek el. Ez utóbbiból 57 fő van, köztük 17-en a mai Magyar Honvédség vezetői.